Gála estet tartott a Tüttő János Nóta Klub szombaton a HSMK-ban. A 2000-ben alakult Dolárda immár 18. alkalommal szervezte meg nagyszabású rendezvényét, amely idén a Búcsút int az ősz a nyárnak címet kapta. Az esten Tolnai András, a 100-tagú cigányzenekar énekese is színpadra lépett. Egészen 2005 óta rendezi meg minden évben gála estjét a Tüttő János Nóta Klub, amely mint ez idáig minden alkalommal idén is teltházas volt. Az ünnepi műsor zenei kísérője a Liszt Ferenc díjas Szalai Antal hegedűművész és zenekara volt. Remélem, hogy mindenki megelégedésére szolgál. 47 magyar nóta hangzik el, 6 örökzöld és 9 operettbetétdal, és 6 szólistánk lép föl még, fényezve az estét, és a vendégművészünk Tolnai András művész úr, a nóta király, ki ne ismerné őt, úgyhogy ezzel leszünk meg is a nóta csapat is, a blokkokat elénekeljük, mindegy 5 blokkot, tehát az egész este így 3 és negyed órás lesz. A 22 éve alakult Nóta Klub rendszeres szereplője a kanizsai rendezvényeknek, már több száz fellépést tudhat magáénak. Az első években, mikor felkaptak bennünket, akkor volt olyan 58, 59, 60 fellépésünk évente, leszámolva a nagyböjtöt és a advent időszakát, akkor le lesz számítani. Minden hétvégére jutott 1-2, volt, hogy 3 fellépés volt. Olyan is volt, hogy a hangszer kiesett a kezemből, már olyan fáradt voltam. De szívvel lélekkel csináljuk, és mindig átsegített bennünket a nehézségeken ez az aktivitás, ez a szeretet. Major Lajos hozzátette, nagyon örülnek, hogy ilyen nagy sikernek örvend a klub, és a jövőben is számos fellépést terveznek.